Kövess nemrégen megalakult új sportegyesülete, a Zönge se gondolt egy merészet, különösebb sportági múlt hiányában is belevágtak a helyi lovasport szimpatizánsok egy nagyszabású C-kategóriás fogadhajtó verseny megszervezésébe. A helyszín maga a sporttelep volt, ahol egy párját ritkító szép panoráma fogadta a benevezett 30 fogatot, nem különben a nézőket. Elkészítették a kölesdiek az akadálypályát, annak rendje módja szerint át is építették azt a kellett, megszervezték a pályaszolgálatot, a nézők pedig százával érkeztek az első kölesdi, nekik történelmi fogadhajtó, ezen belül akadályhajtó versenyre. Kártyás szavakkal nevezném, hogy 19-re húztunk lapot, és nagyon, nagyon úgy néz ki, hogy idáig bejön. Hát ez inkább rajtam keresztül indult ez az egész dolog, amihez 100%-ban a polgármesteri hivatal társult. No és a helyi gazdasági erők is, az ügy, a kezdeményező, a Kölesről elszármazott lovasport szimpatizáns lokálpatrióta Gyetvai Attila versenyigazgató mellé állt. Meglepődtek sokan, hogy Kölesden mit akarunk mi ezzel a dologgal, de nehéz, hogy vagyok, úgy voltam vele, hogy már azért is meg fogjuk mutatni, hogy már pedig lehet. Ugye én nekem a régi múltamból van lovasmúlt, én itt ismerem az adottságokat, és én tudtam, hogy itt minden ahhoz, hogy egy ilyen szintű versenyt tudjunk rendezni, az adott. Amikor kijött hozzánk a lovasszövetségtől először a lovasszövetségnek a vezetője, akkor mondta, hogy ő is meglepődött, hogy itt ilyen van. A pályáról mindenképpen nagyon dicséretes szavakat tudunk mondani, akár a pályaépítő nevében is merek beszélni, mert mind a talaj minősége, mind a melegítőpálya minősége, akár egy országos szintű verseny helyszínnek is megfelel. Ez teljesen alkalmas volt a C-kategóriás verseny első fordulójának lebonyolításához. Ismét csak azt tudom mondani, hogy tehát minden olyan feltétel adott volt ennek a versenynek a rendezéséhez, ami egy ilyen C-kategóriás versenyhez illő. A Zöngekupán több mint 20 hajtó a C-kategóriát, mintegy 10 a D-t képviselték, 7 megyéből érkeztek a sporták hátországából a fogadhajtók. A C-kategóriában Varga János, az osztály egyik régi rutinos hajtója lett a győztes, aki már volt összetettben országos 6. is. Nagy csatát vívott a győzelemért a hercegszántói hajtó a Fejér megyei Domján Eszterrel, aki szintén mindkétszer hibátlant hajtott, de a beremendi Kalamár László, a későbbi 3. helyzet is végig ott volt a nyomában. Hibátlanra szerettem volna menni. Hibátlanra, mert a kislány az hibátlant hajtott, nagyon szépen hajt, nagyon jó hajtónak tekintem. Jók a lovak, jó hajtó is lesz belle idővel, meg most is már nagyon jó. A Kalamár Laci az meg egy régi rutinos emberke, és annak a vadászhajtás és ez az összevetés, ez nagyon megy. Itten csak avval tudtam, én úgy gondolom őtet megfogni, hogy hibátlanra menjek. A jövő évi Zöngekupán akár már B-kategóriás hajtók is versenyezhetnek Kölesden. Miközben a háttérben már tettek kísérletet a helyiek, egy félig meddig kölesdi fogat létrehozására is, amely már ezen a versenyen is bemutatkozhatott.